Amikor megláttam az első Cats csinálót a Mindannyian Halottak Vagyunkhoz, eldöntöttem, hogy ezt a sorozatot biztosan meg fogom nézni. Egyrészt, mert ez is kórai, amely filmekre és sorozatokra most teljesen rá vagyok kattanva, másrészt pedig zombis sorozat, amely témát ugyan kifejezetten szeretem, de a Walking Dead óta sorozatot nem láttam élő halottakkal. A kórai zombis kombó pedig a Train to Busan óta mindenkinek szinte a látni kell kategóriává avanzsálta magát. Mindemellett az előzetesek is elég meggyőzőek voltak, pörgős akciót és látványos tömegjeleneteket ígértek, úgyhogy tényleg nagyon rápörögtem erre már a megjelenés előtt. Aztán jött a hideg zuhany, hogy ezt nem a világpiacra készülő kórai tartalmakat gyártó kórai cég készítette, hanem egy olyan produkciós cég, amely elsősorban a kórai piacra készít tartalmakat. Azaz a Mindannyian Halottak Vagyunk nem holmi 6 vagy 8 részből áll, hanem masszív 12 részes az évad, és több rész is van, ami hosszabb egy óránál. A mai rohanó világban pedig, ahol egyre inkább a 8 és 6 részes sorozat évadok a standardok, egy ilyenbe belefektetni egy elég nagy vállalkozásnak mondható, és az interneten is belefutottam nem egy helyen, akinek van erre ideje kijelentésbe. De mivel nagyon érdekelt, és egyébként hónapokon belül tervezem elkezdeni a koreai nyelv tanulását is, belevágtam a megtekintésbe, és kicsit a sok jaj, kinek van erre ideje, meg nincs ezeknek élete komment a sorozattal kapcsolatban is motivált, ugyanis a kinek van erre ideje kérdésre, az a válaszom, hogy aki szán rá. És végül pedig szerencsére egész jó kis befektetésnek bizonyult, a Mindannyian Halottak Vagyunk. A történet egy zombi járvány kitörését mutatja be egy Hályosan nevű városban, ahol egy őrült tudós tanár kísérleti egerei megharapnak egy diákot, és a zombi járvány kiinduló gócpontja lesz az iskola, és a 12 rész fő történetszál egy 11-es osztály iskolán belüli harcát követi a túlélésért, emellett még van nem egy mellékszál is, mind az iskolán belül és kívül, például a tetőn ragadt két gyerek, vagy az udvari mosdóban ragadt íjászversenyre készülő diákokat is láthatjuk. És az iskolán kívül is vannak történetek, amiket mindvégig nyomon követünk, a katasztrófa elhárítótól kezdve az őrült tudós vallató rendőrön át, még egy YouTube vlogger történet szálába is bekapcsolódhatunk, aki pár plusz like reményében beszökött a fertőzött területre, és hát nem pont úgy alakultak a dolgok, ahogy ő azt elképzelte. És ahogyan az várható is, ahogy halad előre a sorozat, egyre inkább érnek össze a szálak, és ha mindegyiknek közvetlenül nem is lesz ráhatása az összesre, de azért valamilyen módon közvetve mindegyik kapcsolódik a fő történet szához. És akkor gyorsan el is rakva az útból a negatív gondolatokat, azért tényleg hosszú ez a több mint 12 óra, és ha bár az első három és az utolsó három rész elég intenzív, a középső hat részben eléggé leül a cselekmény, leginkább a fő történetszálon, és van, hogy a főszereplők részeken át egy osztályteremben vergődnek, és minden egyes lépés előre kettőnek érződik hátra. Viszont ezt valamelyes menti, hogy a többi mellékszál végig izgalmas és érdekfeszítő tud maradni. Ezek közül mindegyik csak egy-két karaktert helyezett a középpontba, és szépen egyenletesen elosztva mutatják meg, hogy itt mik történnek. De az évad közepi egy helyben toporgáson kívül nem volt komoly bajom a sorozattal, és volt benne nem egy dolog, amit viszont kifejezetten emlékezetesen csinált. A leglátványosabb eleme azok a tömegjelenetek voltak, ugyanis a legtöbbször szinte felfoghatatlan mennyiségű statisztával dolgoztak, és olyan zombi hordák vannak itt, amik mellett a Z-világháború CGI zombiai kispályás foci csapatnak tűnnek. Ilyen téren, habár néhol önismétlő egy kicsit, de az egész évad alatt kapunk olyan horda jeleneteket, amikor telébe mutatják a kamerában, ahogy több száz zombinak maszkírozott ember üvöltve fut a szereplők után. És nem mellesleg ki is használják ezeket a tömegeket, és van pár, leginkább az első pár részben olyan elképesztően látványos akciójelenet, amihez hasonlót zombifilmben a Train to Busan óta nem láttam. És a későbbiekben, ha olyan igazán grandiózusat már nem is kapunk, mint korábban az első pár részben, igyekeztek itt-ott feldobni a néhol ecsikúvá váló zombik elől futkosást. Úgy kell elképzelni, hogy azért a saját keretein belül igyekeztek a helyszíneket variálni, meg néha azért vannak egy-egy technikailag kiugró jelenetsorok, mint például amikor a katonák szemszögéből láthatjuk a lövöldözős jelenetet. Mire viszont a sorozatban kicsit visszávesz a technikai megvalósítás, addigra a karaktereket megkedveljük, és az érzelmi része is működni kezd a sorozatnak. Ugyanis van benne pár igazán megható és szívszorító pillanat is, a karakterek pedig kellően változatosak és egyediek, habár páran érezhetően a Kill Count miatt voltak csak beleírva, de azért van pár kevésbé kiszámítható halál is a sorozatban. A kórai színészek pedig minden egyes alkalommal meggyőznek, hogy Hollywoodnak ilyen téren elmaradása van.
Összegezve, a Mindannyian Halottak Vagyunk egy kifejezetten jó és hatásos zombi sorozat, ami annak is tetszhet, aki csak elborult zombis akciókra vágyik, de annak is, aki izgulna egy jó ízűt a kedvenc karaktereiért. A hosszúsága pedig ne rettentsen el senkit, egyrészt eléggé nézeti magát, másrészt pedig nem kell minden sorozatot egy gyűjtőben végignézni. Én magamban azt a lélektani határt húztam meg, hogy max. Egy hét teljen el ilyen esetben a részek között, és akkor olyan, mintha az ember hétről hétre követne valamit, de egyébként nem volt ilyen vészes a dolog. Egy hónapja a premierkor kezdtem el nézni, és pontosan egy hónappal ezen sorok írásakor fejeztem be. Úgyhogy, ha bár időmilliómosok előnyben, mindenki más is nyugodtan vesse rá magát. Muszum nyíri iszódó. Fogjátszva. Csak te.